Ez a Libreria Alta Aqua, vagyis a magas víz könyvesbolt Velencében. De hiába hívják így, ezt az üzletet sem került el a súlyos vihar után a városban pusztító áradás. A bolt tulajdonosa a sikertelen árvízi védekezésre panaszkodik. Voltak itt korábban fürdőkádakkal meg gondolákkal is, de nem tudtak segíteni, mondta a boltos. Itt több ezer könyv ázott el, a gazdasági kár mintegy 150 ezer euró. Hogy Velence szerte mekkora a kár, azt nehéz megbecsülni. Az eddigi károkat legkevesebb 1 milliárd euróra teszik. Az olasz kormány vészhelyzetet hirdetett egész Velencére, és átcsoportosított 20 millió eurót az azonnali kármentésre. Velence az elturistásodott városok jelképévé vált. Itt 55 ezer helyi lakosra évente 36 millió látogató jut. A klímaváltozás következményei és a túlzsúfoltság itt kéz a kézben járnak. Miközben a hatalmas óceánjárok óriási környezeti kárt okoznak a városban, a közben az ideérkező turisták több tízezer embernek adnak munkát, támogatják a gazdaságot és hozzájárulnak a helyiek jólétéhez.